A talaj a földkéreg felső termékeny rétege. Termékenységét a benne lévő humusznak köszönheti, mely az elhalt növények, állatok maradványaiból keletkezik. Ebben a kísérletben megvizsgáljuk a talajoknak a vízelteresztő képességét. Háromféle talajjal dolgozunk, egy homokos talajjal, egy virágfölddel és egy agyagos talajjal. A tölcsérekbe vattacsomót helyezünk, és mindegyikbe belerétegezzük a talajt. Mindegyik talajra fél deciliter vizet öntünk. A kísérlet végén pedig megnézzük, hogy melyik talajtípus engedte át a legtöbb talajvizet, vagy a legtöbb vizet.